Bemutatta szakmai programjait, tudományos innovációs platformjait, szakértői hálózatát a Pécsi Tudományegyetem a helyi vállalatok számára. A találkozó kapcsolódik az egyetem célkitűzéséhez, hogy fokozza a vállalatok irányába történő kommunikációt és az egyetem a helyi gazdasági igényekhez igazított közös kutatásfejlesztési és innovációs projekteket indítson piaci szereplőkkel. Azt gondolom, hogy a modellváltó egyetem előtt a Pécsi Tudományegyetem három lábon állt: oktatás, kutatás és egészségügyi ellátás természetesen. A modellváltás után és a stratégiáltás után ez egy negyedik lábbal is kiegészült, még az innovációs törekvések. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a régiós, a városi és akár az országos iparral, a cégekkel együttműködjünk, hiszen nagyon-nagyon fontos az, hogy a kutatás nem maradjon benne az épületen belül. Törekszünk arra, hogy a kutatásokat társadalmi hasznosításba olyan célokra vigyük ki, amely ténylegesen a mindennapi életet megkönnyíti, és az ipari partnerekkel történő működést megkönnyíti, és olyan kutatásfejlesztéseket tudjunk végezni, ami a gazdaság versenyképességét előre emeli, és gyakorlatilag az egyetemi innovációs ökoszisztéma teljes mértékben beleillik. Ez a törekvésünk, ez egy nagyon nagy feladat, ezért külön az egyetem kutatásfejlesztési és innovációs stratégiát dolgoz ki. Vannak olyan közös innovációk, amikből már kézzelfogható eredmény is született. Egy olyan kutatói bázis, egy olyan kutatói tudás van a birtokukban, ami egy közös ötletelésből egy egységes, közös eredményt fog adni. Személyes kapcsolatok, beszélgetések. Az ötletekből kutatás lesz, és a kutatásból pedig egy piac termék. És így született meg ez az antibakteriális, antimikrobális textília is. Az volt a cél, hogy egy olyan terméket alkossunk, ami elérhető a nagy közönség számára. Tavaly elindult a próbagyártásunk, és idén már az első termékeket el is adtuk belőle.